Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt egy újabb videó, méghozzá egy Create a Sim kihívás, és tőletek kérdeztem, hogy milyen kihívást szeretnétek látni a csatornámon, és a legtöbbet írt kihívás az az Ugly to Beauty Challenge volt, úgyhogy ezt fogjuk most megcsinálni, és itt vagyunk a galériában, és kiválasztunk egy kedves kis simet, akit átplasztikázunk. Úgyhogy lehetőleg jól nézzenek ki, és hogyha ismertek, akkor tudjátok, hogy nekem ez a Create a Sim-es plastikázás dolog nem igazán megy. Úgyhogy én nagyon-nagyon félek ettől a kihívástól, félek, hogy a fejek ugyanígy fognak kinézni. De majd meglátjuk, hogy mit hozunk ki belőle. Vajon kit válasszunk? Próbáljuk meg ezt a nénit, ezt sokan megcsinálták már. Vagy ezt a nénit esetleg. Ő is elég érdekesen néz ki. Hogy kit lehetne még? Azt a néni is jól nézett ki úgy a natúr verziójában. Nehéz kérdés esetleg ezt a nénit. Ő egy néni? Nem tudom eldönteni, hogy női szín volt-e vagy férfi. Jaj. Nehéz kérdés, hogy kit válasszunk. Maradjunk ennél az elsőnél. Igaz, hogy őt sokan megcsinálták már. Több mint 1000-en letöltötték, és a készítője Ben Older, talán így ejti a nevét, hogyha nem, akkor elnézést. Tehát az ő kis csúnya szímét fogom most letölteni. Replace. Oké. És elvileg el is kezdhetjük őt elkészíteni. Az a szabály annak a kihívásnak, hogy nem használhatok előre elkészített orrokat. Tehát például ezt most így nem változtathatom meg, csak szobrászkodása, a hajat, szemöldököt elvileg lehet változtatni, de szemet sem változtathatok úgy, hogy innen választok egy alapszemet. Szóval úgy érzem, hogy itt leszünk egy darabig. Mindenképpen le kell csökkenteni az orr méretét, mert, ezt hogy kéne lecsökkentenem? Várjatok, lehet, hogy nem a Detail Edit módban kéne nekiállnom ennek. Leveszük a sminkjét, mert zavar engem az alkotásban, és hát semmivel nem lett szebb aranyom, úristen. Mostanában próbálkoztam Create a Sim móddal sokat, és továbbra is tartom magam ahhoz, hogy ez nem igazán az én műfajom, szóval egy kicsit átvariáljuk a csontjait is. Ez az, a szája már egészen emberinek tűnik. De elvileg ilyet lehet változtatni, várjatok. Tehát így fogakat és szeplőket lehet változtatni egyébként a kihívásban. Úgy olvastam, szóval ezeket most így leszedjük, aztán majd kitaláljuk, mi legyen vele, de nem tudom, mi lesz az orrával. Mert ez így sehogy sem néz ki túl jól. Aj. Én félek. Én esküszöm, félek. Próbálkozom még egy kicsit itt a nem detailed módban. Ez az! Rájöttem. Valahogy így kell csinálni. Úristen, várjatok. Nem lehet valahogy kiebb hozni az egész állkapcsát? De. Király, oké, most már csak ezeket az arccsontokat kéne egy kicsit bevinni, és szerintem vágjuk le a haját addig, amíg kitalálom, hogy mit csináljunk vele. Wow! Most már emberi arca van. Elvileg szemöldököt változtathatunk. Ha nem, akkor sorry, de ez nem tűnik olyan mélységes beavatkozásnak, úgy értve kiszedette a szemöldökét, tehát így nem hinném, hogy ez csalás lenne. Csak hogy egy kicsit jobban lássam, hogy hogyan állunk, és próbáljuk a személy detail edit módba egy kicsit megváltoztatni. Így lehet közelíteni. Oké, az előző Create a Sim videóban erre nem jöttem rá, hogy ilyet lehet. Jó, egy kicsit megnagyítjuk a szemét.
Itt valamit kezdenünk kell az arcával. A füle hogy néz ki? Jó, egészen pici füle van. Egy kicsit mosolyogjon. Még egy picit nyomott fejünk van. Aj, ez nagyon frusztráló egyébként. Meg kell hagyni. Mindjárt kitalálunk valamit. Kicsit meghosszabbítjuk az arcát talán. De az arcát hogy tudom kisebbíteni? Illetve a szemét kijebb húzni? Így. Lehet, hogy nekem inkább a csúnya szimet kellett volna csinálnom. Ahhoz talán jobban értek, mint ehhez. Próbálkozunk még egy kicsit itt a detailed móddal, mert nem vagyok kibarátkozva ezzel. Kibarátkozva? Nem vagyok megbarátkozva azzal, ami itt van. Tudjátok, mint ne nézzük oldalról, szerencsétlen. Nem szabad csalni, biztos? Jaj. Ezt, skacok, nem csak nézni frusztráló, csinálni is borzasztó frusztráló. Hogy lehet kijebb hozni ezt a részt itt? Én csak ezt akarom kijebb húzni. Légy szí! Ez szintén fogalmam sincs. Miért nem tudom kijebb húzni? Ó, jaj, várjatok. Oké, most az állát vissza. Száját is. Ne legyen ilyen nagy szájunk. Nem. Vagy mégis, nem tudom, nem tudom. Feljebb tudjuk vinni az orrát egy kicsit. Jó, legyen keskenyebb az álla. Így, oké. Kezd kicsit emberesebben kinézni. De őszintén, szerintem szép soha nem lesz. Amíg az én kezeim közt van, szép soha nem lesz. Jó, talán. Talán valami hasonló, amire én gondoltam. Tudjátok, mit lehet, hogy a smink megszépíteni. Próbálkozunk egy kis sminkkel. Ó, valaki favorizálta az én kis szobámat, amit még tök régen csináltam. De ennél jobban nem tudom behúzni. Meg azt a görbületet. De! Sikerül. Talán nem lesz ott az a pisze orr rész. Egy kicsit csökkentsük az arc csontját, és ezt a részt vigyük mégis egy kicsit kijebb. Oké, ez egy ilyen szimlett, én úgy érzem. Sminkeljük ki inkább gyorsan. Hát, ha azzal többre megyünk. Nekem tetszik ez a szín ebből a sminkből, úgyhogy szerintem maradhat. Kicsit valamit változtatnék a szemén. Hopi, ne! Tönkre fogom tenni eddigi munkámat. Várjatok, mindjárt kitaláljuk, hogy hogy legyen. Ez nem olyan vészes.
Ne! Véletlen a szemeket változtatom, úristen. Jó, ez már tuti a régi szeme volt. Hú, jó, kezdjük előről. Úgy egy kicsit kezd bekancsalítani. Oké. Inkább békén hagyom. Szerintem ez a maximum, amit ki tudok hozni ebből a szerencsétlen színből, és elnézést kérek mindenkitől, aki ennél ügyesebb a Create a Sim módban, hogy itt elpazaroltam az idejét erre a videóra. Próbálkozunk valami halványabb sminkkel. Tudjátok mit, ez nem kell neki, mert így is elég erős az arc csontja. Kicsit olyan elfuserált Katy Perry is, nem? Adjunk neki valami rúst esetleg. A rúzsal azért kicsit jobban néz ki. Oké, és foglalkozunk el a testalkatával is. Az egy kicsit jobban megy, úgyhogy azzal talán nem lesznek problémáim. Kicsit szélesebb vállakat kap, kicsit szélesebb derekat, keskenyebb csípőt. A kezével nincsenek problémáim, kicsit a pozitúráján javítunk, hogy kicsit jobban kihúzza magát, mert így egyelőre kicsit görbe volt a háta. Hogy ő most kicsit sovány volt. Adjunk rá egy... Jézusom! Férfias hangja van, oké. Okay. De... Oké. Okay. Jó, megnyugodtam, ő még mindig nő. Ennyi másodpercre megijedtem, hogy nem változott a hangja. Jó, menjünk vissza a testalkathoz. Kiadunk rá egy kis vádlit. Igazából az nem tetszik ebben a játékban, hogyha növeljük a vádliát, akkor a bokája is megvastagodik. És a tért hajlatánál is vastagszik a szím, ami szerintem nem feltétlen reális, úgyhogy örülnék, hogyha ott is lenne valami ilyen csúszka. A tetoválásait vajon megtartsuk? Ezen gondolkodtam most. Egyelőre vegyük le, és lehet, hogy áttetoválunk rajta egy-két dolgot. Mármint, hogy új tetkókat készített magának. Elvileg bőrszint is változtathatunk, tehát egy kicsit lebarníthatjuk őt, hogyha szeretnénk. Válasszuk ezt a tetoválást, mert nekem ez tetszik, és egy kicsit küldjük el napozni. Így nagyjából erre a bőrszínre gondoltam. Kicsit ez ilyen rózsaszínes, szóval mondhatjuk, hogy megpirult egy picit a napom. Opi. Így most változtattam a fejméretét, amit nem szerettem volna. Csak a száját szerettem volna egy kicsit módosítgatni még. Így. Meg hogy kevésbé legyen visszahúzva a szája. Nem így, hanem... Hogy csináltuk múltkor? Hogy nem mosolyogjon ennyire. Itt. Upi. Ezzel most mit csináltunk az arcával? Mindegy, lépjünk ki innen, mielőtt tönkreteszem az egészet. Oké, és a rúzsnál én most mégis valami másik színt választanék, ami egy kicsit feltűnőbb. Nem mosolyogj ennyire. Válaszunk egy kisebb szájat neki. Így sajnos csak a fejmérete változott. Detail edit mód. Én csak egy kicsit kisebb szájat szeretnék.
Hogy csinálok neked kisebb száját? Végül is ez már nem annyira nagy száj. Hopi, nem akartam belépni ebbe a módba. Oké, most már öltöztessük fel, és egyébként szerintem tök jól áll neki a rövid haj. De azért nézzünk körül, van-e valamilyen haj, ami még ennél is jobban állhat neki. Ez is jól néz ki rajta. Nem gyakran csinálok rövid hajú szimeket, szóval szerintem simán lehetne rövid haja. Jól áll neki. Az az első volt a legkirályabb szerintem. Ez is jól néz ki rajta. Annak ellenére, hogy most rövid hajat választunk, én úgy gondolom, hogy még így is nőiesen fog öltözködni ez a szim. Szóval nem ilyen tomboy szimet fogunk csinálni, aki nagyon fiús, hanem csak szimplán rövid haja van. Oké, ez jó lesz, nekem tetszik. Aztán maximum megváltoztatjuk a ruhához mérten. Kicsit nem lehet olyat, hogy közelebb vannak csak picit a mellei. Nézzük, miből élünk így ruhák terén. Nem tudom, hogy mennyire válasszunk kihívó öltözetet számára. Vagy mennyire se. Ez mondjuk tök jól néz ki. Ez nagyon királyul néz ki a hajával. De ilyen pólója van amúgy nagyjának is a sorozatomban. Szóval nem biztos, hogy ezt fogjuk választani még. Még bármi lehet. Ez is egészen király van lilában, ami szerintem jól állna neki. És választunk hozzá valami rövid nacit, vagy ilyesmit. Ez túl rövid. Az egyik kiegészítővel érkezett egy királyfarmer rövid nadrág, szerintem azt fogjuk választani, ha megtalálom persze, mert ez mindig csak ezen múlik. Nem? Azt hiszem a Backyard Stuff Pack-kel érkezett, de még nem vagyok benne biztos, úgyhogy nem merek rászűrni. Nem. Akkor nem azzal érkezett. Hopi. Lehet, hogy most kereshetjük egy darabig, mert nem erre gondoltam. Nem, a Bowling Night Stuff Pack-kel érkezett ez a király rövid nadrág. Válasszuk ezt a Movie Hangout Stuff Pack-es szandit hozzá. Nem, válaszunk valami elegánsabbat ehhez. Imádom ezt a szandát, de mindig ezt használom, szóval próbálok valami másikat keresni. Bár ezt is gyakran használom. Illetve ami az új frissítéssel érkezett, azt is. Nehéz dolog szép cipőt találni ebben a játékban, és hogyha egyszer megtalálom a kedvencemet, akkor utána attól nehéz elvonatkoztatni, és valami újat kipróbálni. Ezt is szeretem mondjuk. Nincsen belőle lila, de szerintem így is tökéletesen megfelel, válasszunk kiegészítőket, ebből van valami lilaszerű, igen, csak az túl csicsa az én ízlésemnek. Legyen ez a fehér. És válaszunk egy nyakláncot is, illetve egy fülbevalót. Fülbevalóból legyen csak ilyen egyszerű kör, vagy pont fülbevaló. Nyakláncból is valami teljesen egyszerűt szeretnék választani. Ezt a kis gyöngyöset. Így mondjuk túl sok a karkötő. Mert minthogy már karkötővel együtt ez így túl sok, szóval maradjunk nyaklánc nélkül. És öltöztessük fel a többi alkalomhoz is. Ezekkel nem szeretnék annyira sok időt eltölteni, mert szerintem ez már nem annyira lényege és
fontos része ennek a kihívásnak, úgyhogy csak teljesen random választunk most neki egy ünneplő ruhát, egy magas sarkúval, és akkor haladunk tovább a többire. Sportoshoz kap egy ilyet, és ebből egy fekete nadrágot egy menő tornacipővel. Pizsinek kap egy hálóinget egy nyuszi papucssal. Ezek ilyen basic dolgok, ilyen alap verziók, amiket mindig választok. Kap egy egyberészes fürdőrucit, ebből van valami lilás. Ez tökély meleg időjáráshoz. Kap egy ilyen overallt, ebből is biztos van valami lila. Szuper! Ezzel a sarúval tökély. És téli ruhának kap egy ilyet. Csak valami más színben. Ez nekem tökéletesen megfelel. Válaszunk hozzá kiegészítőnek harisnyát. Valamilyet. Tök menő lenne ilyen csíkossal. De szerintem ennél kifinomultabb harisnyát kell választanunk. Legyen például ez. És kap egy csizmát hozzá. Illetve kell választanunk neki egy kesztyűt. És egy csapit is. Legalábbis én úgy döntöttem, hogy választunk neki. Kár, hogy sálat meg ilyeneket nem lehet külön választani. Ezekhez. Ez a sapka jól áll neki. Szóval szerintem így ennyi is volt ez a kihívás, és remélem tetszett nektek. A végeredmény igazából én nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt ki tudtam hozni az arcából, mert a Create a Sim az nem igazán az én műfajom, ahogy már tudhatjátok. Szóval, hogyha kedvet kaptatok ehhez a kihíváshoz, akkor csináljátok meg ti is, aztán írjátok meg nekem kommentbe, hogy sikerült, és tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!